A Városligetben immár 6. alkalommal is együtt ünnepelt a katasztrófavédelem és a rendőrség. A rendezvény a hagyománynak számító tűzoltó járművek felvonulásával kezdődött. Őket követték a lengyel, cseh, szlovák és osztrák rendőrzenekarok. Az eseményre meghívták az ország összes rendészeti tantárgyát hallgató szakközépiskolás és gimnazista tanulóját, akiket a megnyitón a szervezet vezetői köszöntöttek. Célunk a mai napon egy olyan testület bemutatása, melynek tagjai motiváltak, megfelelő szakmai tapasztalatok birtokában, már a megjelenésükkel, fellépésükkel is erősítik a lakosság szubjektív közbiztonsági érzetét. Nagy örömömre szolgál, hogy sok fiatal arcot látok a közönség soraiban. Köszönet jár érte az Országos Rendőrfőkapitányság rendészeti oktatási és kiképző központ munkatársainak, akik lehetővé tették több mint 3000 középiskolás diák részvételét a mai rendezvényünkön. Az egyenruhások egésznapos családi programokkal várták az érdeklődőket, akik megismerkedhettek mindkét szervezet munkájával. Megtekinthették a terror elhárító egység határon szolgáltott teljesítő járműveit, és madártávlatból nézhették meg a ligetet egy magasba emelkedő mentőkosárból. Vigyázz a fejedre! Féltek, hogy vigyázzatok, mert minden vasból van, és ha beütetek, az nagyon tud fájni. Jó? Elvezetnél te is egy ilyet? Igen? Nem. Kérdezhetem, hogy milyen érzés? Nagyon jó. Szeretnék majd motoros rendőr lenni. Gyere, menjünk! Gyere, kis pucko! Gyere, menjünk! Mosolyogjál! Rendőr lesz? Ja, az biztos! Erősen, ez törhetetlen állítólag! Ugrá, kicsit megfejeltem! Azért kemény, ugye? Milyen érzés volt? Nagyon jó, teljes mértékben élveztem. Felemelő. Szuper. Egy élmény. Megfogod, belendíted, és megpróbálod betörni az ajtót, jó? A program leglátványosabb és legtöbb nézőt lekötő részei ezúttal is a statikus bemutatók voltak. És most egy menekülő személy elfogása. Kibillenti az egyensúlyából, felborul, és kezdődik a földharc, ami elvonja a figyelmét az elkövetőnek a rendőr intézkedéstől. Kit lő le? Gyerek, egy fehér borát nekem! Egy fehér borát szeretne? Az hiányzik még! Az életéből az hiányzik, csak egy fehér bora? Ez széria! Igen, igen, ez extra, kedves tudom, ez a... Bőr hátsó csomagtartó. Hogyan? Szabi, ne olyan borsan! Az elején volt az a fegyveres bemutató is jó volt. Tehát jó időtöltés. Diskal szervezte ezt a kirándulást nekünk ide. Mi az, ami arra indított, hogy rendőr legyél? Hát igazából nehéz válaszolni. Úgy tetszett az egész munka. A iskola. Hát te is szeretnék lenni, már kiskorom volt. Tekes? Igen. Miért? Ilyen jó. Tím létszám akkor is a közvetlen közelében van beavatkozási távolságra. A biztosítás parancsnoka egyedül a védett személlyel foglalkozik, és olyan helyzetbe viszi, ahol nem történhet gond. Támadók folyamatos cél tűz alatt tartása mellett bejönnek a menekítő gépkocsik, innét veszi át a feladatnak az irányítását a napi parancsnok. Eszköz és emberbázisát kihasználva bevonjuk a feladatba a készenléti rendőrség rendészeti igazgatóságát,
Itt található a legrövidebb időn belül a legszakképzettebb egyenruhást látható rendőri állomány, akit 24 órába segítségül tudunk hívni. Az igazgatóság munkatársai személyekkel foglalkoznak, támadás esetén beavatkoznak, illetve a tűzterészek kiérkezéséig átvizsgálják a gépkocsit. Gyors átvizsgálást végeznek. És megkezdődik magának a járműnek az átvizsgálása. Taktikai csoport parancsnoka jelentette, hogy tiszta. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velünk. Figyelmük megtisztelő volt számunkra. Köszönjük szépen!